Egy nemzetközi projekt keretében zajlik az invazív, azaz nem őshonos halfajok lehalászása Palicsi-tóból. Csupán egyetlen varsa merítéssel több mint 800 kg ezüstkárát emeltek ki a tóból. Az volt a vélemény, vagy olyan volt a fölmérés, hogy közel 50 tonna ezüstkárász, ha kivételre kerül a Palicsi tóból, akkor helyjel közel a biológiai egyensúly a halállomány tekintetében helyre fog állni. Viszont már most is körülbelül 20 tonnánál tartunk ebben a mostani lehalászásban, illetve több mint 200 tonna már kihalászásra került az elmúlt még négy alkalommal, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon rosszul sikerült megbecsülni akkoriban ezt az állapotot. Ez a tavasszal induló ugye részletes monitoring, ez egy nagyon fontos momentum, hiszen itt a teljes tó felett, illetve minden medel szakaszban történik majd vizsgálódás, és nem csak a halfajoknak a miensége, mennyisége, hanem például az egyéb paramétereknek is, ugye az ökológiai állapotot meghatározó paramétereknek a mérése is megtörténik majd, tehát mind a plankton, tehát az zooplankton, illetve a fitoplankton állományt felmérik majd, illetve egyéb kémiai, fizikai-kémiai paramétereket is vizsgálnak, és ezeknek az eredmény alapján pedig majd módosítani szeretnénk a 10 éves kezelési tervünket is, többek között a halasításit is. Az invazív halfajok lehalászásával párhuzamosan az illetékesek az ősszel harcsákat telepítettek a tóba, idén pedig süllőkkel és csukákkal gazdagítják a halállományt, amitől azt várják, hogy a halfajoknak köszönhetően a tóvizének minősége is javulhat. A lehalászás az Ecolacus projekt részeként valósul meg, a szükséges pénzt Németország biztosította.